Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt Vida Kaméla első kötetének a kötet bemutató estén. Én Gulyás Márton vagyok, én leszek az est moderátora. És itt ül mellettem Vida Kaméla, a kötet szerző, akinek szeretnék kérni egy nagy tapsot. A kötetednek két referenciáját már szokták emlegetni a különböző recenziókban. Az egyik ugye a kötet elején található három idézet, amiről majd én is akarok beszélni veled, de van egy másik referencia, ami kevésbé szokott említésre kerülni. Nevezetesen van egy olyan tagolása a kötetnek, hogy három nagyobb fejezetre osztik, és mindhárom fejezetnek van egy címe. Az első az egy az egyben egy Márai regénynek a címe, a második egy Erich Kästner regénynek a parafrázisa, ez a május 35 Rákospalotán, a harmadik pedig ugye a 2008-2009-es gazdasági pénzügyi világválság egyik ilyen csúcs Babilonja, Lehman Brothers, aminek ugye nincsen ilyen értelemben irodalmi megfelelője, mégis nyilvánvalóan fontos szerepet szántál neki. Mi a jelentősége Kästnernek és Rowlingnak? Ugye Rowling az, akire effektíve hivatkozol, mottót is veszel tőle az egyik versethez. Ehhez képest Kästner csak ilyen formában jelenik meg. Melyik milyen szerepet játszott az életedben, vagy az irodalmi eszmélésedben? Hát az irodalmi eszmélésemben sokkal nagyobb szerepet játszott Rowling és a Harry Potter. Nyilván Kästner is része volt, de a Rowling hatás az alapvetően azért nagyon fontos számomra, mert igazából nem azt mondanám, hogy a Harry Potteren keresztül szerettem vagy tanultam meg olvasni, mert azt először nem is olvastam el, hanem felolvasták számomra, de az, hogy alapvető gondolatokat arról, hogy mi a barátság például, meg mi az egymáshoz való lojalitás, meg a közösség, meg olyan alapértékeket, amiket így most is, nem tudom, fontosnak tartok, azokkal így egy ilyen fikciós történetben ott találkoztam először. Ha senki nem ismer téged, és nem is tud semmit, sem a költészetedről, sem a személyedről, de föllapozza a kötetet, és az első három idézetre ránéz, és szerintem van benne kellő nyitottság, akkor azt gondolhatja, hogy ez valamilyen szempont biztos, hogy egy meglepő és rafinált kötet lesz. Ugye van egy Majka idézet, ami úgy szól, hogy régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt. Következik utána egy Gyurcsány Ferenc idézet, ami így szól, nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz, és legvégül egy Eszterházi idézet, uram, valahogy már késő. Neked mi volt a szándékod ezzel a három idézettel, és tudtál volna esetleg még további idézeteket ide tenni, vagy küzdöttél azzal, hogy melyik idézet kerül ide, és melyik ne? Egyébként nem emlékszem pontosan, hogy mikor találtam meg ezeket, vagy mi volt az a pont, amikor összeállt ez a három, de azért azt gondoltam, hogy ha már valakitől idézetet teszek be, akkor ezek az emberek valahogy szimbolizálják azt, amiről szó lesz. És azt gondolom, hogy így nem nagyon túlzok, hogyha azt mondom, hogy fogalmaztál három atya úristen, hogy a popkultúrában tulajdonképpen ami történik ma, abban Majkának elég nagy szerepe van Magyarországon, a politikában, ami történik, abban Gyurcsány Ferencnek elég nagy szerepe van ma Magyarországon. Tényleg? De kérdezem őszintén. Hát bizonyos működéseinek következményeit éljük, és Eszterházinak is hatalmas hatása volt, mint személyesen rám, mint pedig az egész magyar irodalomra. És ráadásul ezek olyan mondatok voltak, amik valahogy úgy éreztem, hogy pont három olyan megközelítést nagyon jól megragadnak, amiről a kötetben szeretnék beszélni. Éles iróniával írsz arról, hogy hogyan nevezi meg minden fiatal költő költészeti előképének, vagy példaképének Kemény Istvánt. Ugyanakkor te magad is dedikálsz neki egy verset, amiről egyébként nehéz eldönteni, vagy nekem legalábbis nehéz volt eldönteni, hogy ez vádirat Kemény Istvánnal szemben, vagy pedig óda Kemény Istvánhoz. Felteszem, hogy ez a kettőség szándékos volt a részedről. Milyen szerepet tölt be Kemény István a te életed? Most kifejezetten irodalmi vagy költészeti szempontból kérdezem. Kemény István nagyon fontos szerepet tölt be, és semmiképpen nem vádirat. Ez egy olyan fontos verse volt számomra, a Kobolt Kórus délelőtti dala, amit átírtam, hogy úgy gondoltam, hogy muszáj helyet adni valahogy számára, vagy neki dedikálni ezt a verset.
másrészt meg tagadhatatlanul az egész generációnak, meg még ez egy a fölöttünk lévő generációnak is egy nagyon fontos személy, meg megkerülhetetlen személy, már csak azért is, mert intézményesen is megkerülhetetlen, ha csak arról beszélünk, hogy van az úgynevezett sárvári írótábor, ahol a fiatal szerzők, az az első találkozások úgymond az irodalmi szakmával, ott Kemény István is jelen van, Mezei Katalin, Pap Mária és Vörös István mellett, mint mentor, és nagyon sokan kerülnek ki ebből a közegből úgy, hogy vele találkoznak tulajdonképpen először. Szóval mint költészetileg, mint intézményi szempontból meghatározó. A Covid időszak ugye magának a kötetnek a megjelenésébe is beleszólt, és te magad is egyébként reagálsz rá költőként a Nagy járványvers című kötetetben, ami igazából pont ezt a dilemmát írott körbe, hogy mégis mi az, hogy ki fogja megírni a Nagy járványverset, egyáltalán milyen feladatokat állít elénk művészeti értelemben a járványnak a feldolgozása. Így is írod igazából, hogy ki írja majd meg a Nagy járványverset, ki mondja meg, ki diktál. Na, ez a költészet, erről szól az élet. Azzal együtt, hogy nyilvánvalóan van benne ironikus él, én közben mégis érzek benne egyfajta programadó jelleget. Milyen programadó jelleg van szerinted ebben a kötet, vagy ebben a versben, és kifejezetten ebben a részben, amit most felolvastam, ha van egyáltalán ilyesmi? Szekta, mint szimbólum, az így többször előjön ezekben a szövegekben, és arra használom tulajdonképpen, vagy azt akarja megmutatni, hogy azok a bizonyos szinterek, vagy szubkultúrák, amikben én léteztem és létezek, azok bizonyos jegyeikben hasonlatossá válnak egy ilyen leegyszerűsített szektaféle értelmezésben. Az, hogy a közösségek hogyan szerveződnek, hogy hogyan figyeljük egymást, hogyan kell megfelelni bizonyos, talán értelmetlen szabályoknak, és hogy a Covid azt is elhozta, hogy tulajdonképpen ezek a közösségek ebben az értelemben felszámolódtak, és hogy volt lehetőség arra, hogy átgondoljuk, hogy azok a módok, ahogyan mi szervezzük a közösségeinket, vagy ahogy ezek az informális közösségek léteznek, akár az irodalmi életben, akár mondjuk a bármelyik ilyen másik fővárosi szubkultúrában, azokra lehet, hogy érdemes egy ilyen reflexiót tenni, és mondjuk az egymással való versengést, meg az egymásnak a fokozott ilyen ellenőrzését, meg az egymás életébe való beleszólást. Ezek a dolgok, hogy a szekta az hogyan számolódik fel egy ilyen esemény hatására, és hogy van-e lehetősége arra, hogy újra szervezze magát a közösség, és új alapokra helyezze a működését. Ez azért is érdekes, mert ugye te ezt többször is elmondtad, és lehet is rólad tudni, hogy miközben nyilván az embereknek azért a fejében, akik kicsit, nem tudom, kellő távolságban nézik a kortárs költészetet, hogy a költészet az valami, vagy költészeti munka az valami rendkívül magányos dolog, amit az ember otthon a négy fal között művel, és hogy ehhez képest te magad ugye egy rendkívül kollektív lény vagy abban az értelemben, hogy tábort szervezel, irodalmi eseményt szervezel, sőt többször is elmondtad, hogy te a versírást is egy kollektív tevékenységnek tekinted, és nem is tudnád igazából saját magadban zárva, vagy nem tudom, tehát önmagadban művelni. Ezt hogy fedezted föl, vagy milyen folyamatok vezettek el téged abban, hogy ezt végül ki tudod jelenteni a saját költészetedről? Mármint azt, hogy közösség... Hogy ez egy közösségi dolog. Hát azért, mert nagyon ijesztő volt csomószor egy-két előképben a kiábrándultság, meg az, hogy nem tudom, közösségi diszfunkciókra az a válasz, hogy akkor elvonulunk, és csak az alkotásnak élünk, és nem gondoljuk azt, hogy egyébként miért szakma részei vagyunk, adott esetben közös érdekekkel, meg dolgokkal, és ezekért érdemes közösen küzdeni, meg empatizálni a közös helyzetekkel, amik érnek minket, meg átgondolni a döntéseket, amik másokat is érintenek, szóval, hogy valahogy azt érzem, hogy így nem érdemes kivonulni akkor sem, hogyha valami rosszul működik, mert szükségszerűen egy helyen vagyunk, és szükségszerű az, hogy valahogy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet jól együtt csinálni dolgokat, mert
lehet rosszul csinálni együtt dolgokat, de egyedül csak rosszul lehet. Hölgyeim és uraim, Vida Kamilla.